Mesterségek és munkák a címe annak a projektnek, melyet minden évben az ötödikes gyerekekkel valósítanak meg az általános iskolában. A program lényege, hogy a sváb hagyományokat körüljárva a gyerekek megismerkedjenek az ősi mesterségekkel. 2009 óta minden évben megvalósítjuk ezt a háromhetes projektet, ahol 4 mesterséggel ismerkednek meg a gyerekek, a mézes kalácsos, a fazekas, a kékfestő és a harisnyakötő mesterségekkel. 3 héten keresztül mindenféle műhelyt meglátogatunk, illetve egy kicsit kilépünk az iskolai tanórákon, és szabadon alkothatnak, utat adhatnak a kreativitásuknak, megismerkedhetnek ezekkel a régi mesterségekkel, munkafolyamatokkal, eszközökkel és azokkal a produktumokkal, amiket a régi mesterek létrehoztak. Hogy minden nemzetiségi németet tanuló gyerek itt az általános iskolában egyszer ebben részt vesz, amikor ötödikes. Ezt a 4 mesterséget azért választottuk, mert itt a környéken elérhetőek még azok a mesterek, akiket meg tudunk látogatni, és a műhelyeikben egy kicsit tevékenykedni tudunk, illetve az idén voltunk Jánosnál, Mórágyon a kőfaragónál, és ezt a mesterséget is megismertük. Ez egy újdonság. A feladat nem egyszerű, mert a projekt zárására egy műsorral is készülni kell, amiben meg kell jeleníteni a 3 hét tapasztalatait, a megszerzett tudást, és persze a német nyelvismeretének is fontos szerep jut a programban. Minden évben a kollégákkal közösen mi írjuk a szövegkönyvet, és mindig a mesterségeket szerettük volna kidomborítani, illetve meg is tettük, és most valami egészen újjal, tehát egy picit a bátaszéki hagyományokat is felelevenítve belecsempésztük a mesterségeket a lakodalmi előkészületekbe, illetve a lakodalom témakörébe. És hogy mi volt a legérdekesebb ebben az időszakban? A mesterségek. Ahogyan vágták el a köveket meg. Szerintem így meg tudjuk őrizni a hagyományokat, és át tudjuk adni a fiatalabb korosztálynak. Hogy a régen hogy éltek az emberek, és hogyan házasodtak. Örültem, hogy így a 3 hét alatt ezt össze tudtuk hozni, és hát örülök, hogy ezt a tanáraink meg tudták valósítani, mert több időt együtt tudtunk így tölteni az osztálytársaimmal, inkább így jobban összekovácsolódtunk, meg sokat tanultam, hogy ugye régen hogyan házasodtak, ez hogy történt. Tanárunk sokat mesélt róla, és érdekes volt. A gyerekek rendkívül motiváltak, tehát borzasztóan tetszik nekik az, hogy új dolgokat kipróbálhatnak, és tevékenykedhetnek, festhetnek, rajzolhatnak, énekelhetnek, próbálunk, tehát ezek mind olyan dolgok, amikben nem minden nap van részük. A hon és népismeret órákon, tehát a mesterségekhez kötődően meg kell tanulniuk ezt a szókincset, tehát több évben tananyag a mesterségek, és ezt a szókincset el kell nekik sajátítani. Tehát ez egy újabb lehetőség erre. Ez a 3 hét a tapasztalatok szerint mélyen beívódik a gyerekeknél, hiszen évek múlva is visszajárnak a projekt hétre a nagyobbak is, segíteni, énekelni, vagy csak újra átélni mindazt, amit ebben az időben tapasztaltak, tanultak. Itt nagyon-nagyon jól elsajátítják azt a szókincset, amire szükség van, tehát a mesterségekkel kapcsolatosan, és nagyon-nagyon boldogok, amikor újra eljönnek 7-esként, 8-osként, és szerintem ugyanúgy átélik az 5-esek izgalmát, és szívesen cserélnének újra helyet velük. Az egyik kolléganő most elpityeregte magát, mert 2009-ben ő volt az első 5-es, aki ezt először megcsinálta, és olyan szép emlékei voltak most, hogy bizony még pityergett is. Thank you.